Mint minden más sportágban, a kosárlabdában is felülírja az eredeti versenynaptárt a koronavírus járvány. Ehhez képest az amatőr NBA zöld csoportjában már a 8. fordulónál tartanak, igaz, valamennyi csapatnak van elmaradt mérkőzése. A nyíregyházi kosársuli eddig 6-szor lépett pályára, és 3 győzelem mellett 3-szor szenvedett vereséget Farkasinszky Gyuláni együttese. A szakmai igazgató elégedett a csapat eddigi szereplésével. Az a lényeg, hogy lejátszottuk ezeket a mérkőzéseket, tehát mi az aránynak kevesen vagyunk ahhoz, hogy mi minden mérkőzésünket esetleg azért halasszuk, mert nincs meg a komplett játékos állományunk. Mi mindig komplett csapatok ellen játszunk, tehát innentől kezdve azért vannak most olyan mérkőzéseink, amikor azért a juniorokkal játszottuk le az amatőr NB1-et is, pontosan azért, mert azok a játékosaink, akik idősebbek, azok mind betegek voltak. És ez a közeljövőben se lesz másként, mert hogy ugye aki olyan egyetemre jár, mint a Takács Anna, és ugye őket kivezénylik 2 hétre. Na most lehet, hogy bejöhetne mérkőzésre, de én úgy vagyok vele, hogy nem kockáztatunk. Tehát a többiek egészsége az fontosabb, mint az, hogy milyen eredményt fogunk elérni a pályán. A nyíregyházi kosársuli kadett és junior csapata is a kiemelt bajnokságban szerepel, így a felnőtt bajnokság mellett az utánpótlás sorozatban is erős együttesek ellen lépnek pályára a lányok. Ez a legjobb 12 csapata az országban, most ez nem egyszerű. Azért nem egyszerű, mert ugye olyan csapatokkal vagyunk körülvéve, akiknek ás klubjaik vannak. Sok esetben ugye az ás csapatokkal is edzenek ezek a játékosok, és ugye hol van a legtöbb fertőzött az utóbbi időben, tehát az ás kluboknál. Ebből következik, hogy ugye ez valahogy lejön itt az utánpótlásba is. Rengeteg olyan halasztott mérkőzésünk van, amit pontosan azért nem tudtunk lejátszani, mert hogy ezek a klubok halasztották a mérkőzésüket. Mi nem tehetjük meg ezt, a betegünk van, a sérültünk van, tehát mi azt nem tudjuk megoldani, hogy egy héten akár 3 mérkőzést is lejátszunk. Hát nekünk fontos az, hogy ami ki van írva időben, azokat próbáljuk meg lejátszani. Most nagyon sok mérkőzésünk van hétköziben, ami hazai pályán van ugyan, de ettől függetlenül ugye hétközi mérkőzéseket nem jó játszani, bármennyire is úgy gondoljuk, hogy ez jó. Én ott is elégedett vagyok a lányokkal, tehát úgy gondolom, hogy erőn felül teljesítenek. Az amatőr NBA zöld csoportjának tabelláját a Szombathelyi Egyetem csapata vezeti veretlenül 6 győzelemmel. A nyíregyházi kosársuli a 6. helyen várja szombati budapesti vendégjátékát, amelyen a Kislenke Kosárlabda Akadémia együttes ellen lépnek pályára Farkasinszky Gyuláni tanítványai.